Az Albakon-Fehérvár kosárlabda csapata, valamint a Dávid Kornél kosársuli az elmúlt években is közösen tevékenykedett Székesfehérvár kosárlabda sportjáért. Az utánpótlás nevelésben a jövőben még szorosabb lesz az együttműködés, hiszen a két klub közösen igyekszik kihasználni a társasági adótörvény látványsportágakat, így a kosárlabdát is segítő rendelkezéseit. Az Albavolán SC és a Dávid Kornél kosársuli a jövőben közösen üzemelteti utánpótlás bázisát, mely remélhetőleg hosszú távon remek kosarasokat nevel majd ki Székesfehérvárnak. Adóvisszaigénylésnek a lehetősége az eleve arra mutat, hogy próbálj meg a saját utánpótlásunkat erősíteni. Nálunk ez korábban is így volt, tehát tulajdonképpen csak újabb lehetőségeket ad, hiszen egy sor jó nevű játékost neveltünk ki, Hanga Ádámtól Wittmann Krisztiánig, és így tovább. Ezen kívül érthetően a város vezetése is azt szeretné, hogyha egy kézbe koncentrálódnak az erőforrások, mert különben csak elfecsételjük őket. A Dávid Kornél kosársuli ügyvezetői posztjáról ugyan lemondott a névadó, a Dávid Kornél azonban igyekszik közel maradni a sportákhoz, a jövőben várhatóan az Alba Régia SC elnökségi tagjaként igyekszik segíteni a fiatalok munkáját. Nagyon szerencsés a helyzet, hiszen ott olyan kosárda, profi kosárda csapat van Fehérváron, ami az országban azért kevés van, azért egy olyan támogatottság, hogy itt főleg a városra gondolok, vagy a szponzorokra, ami egy biztos anyagi hátteret jelenthet ugye a csapatnak, és hát ez mind hozzájárul ahhoz, hogy és a mostani sporttörvény, hogy végre a kosársulés ne a napi túlélésért küzdjön, ami az elmúlt 10 évben azért annyira inkább jellemző volt. Az Albakon-Fehérvár és a Dávid Kornél kosársuli összefogás létrejövő utánpótlás bázist, az a Peresztegi Nagy Ákos irányítja a jövőben, aki korábban a felnőtteknél szerzett edzői rutint. 18 csoporttal működünk most, ez 4-jel több, mint amivel a tavalyi idényt befejezte az alapítvány, illetve az egyesület közösen. És hát tulajdonképpen ezeknek a jelen pillanat 18 csoportnak a teljes szakmai és technikai munkáját kell összefognom, mind a versenyeiknek a szervezését, a szövetséggel a kapcsolattartást, de inkább én azt mondom, hogy legfontosabbnak azt tartanám, hogy az edzőkkel egy olyan szoros szakmai munka kiépítését és olyan következetes szakmai munkának a megkövetelését és ellenőrzését kell nekem nap mint nap megtennem. A klub sajtótájékoztatóján szó esett a felnőtt csapatot érintő kérdésekről is. Az Albakompnál szóba került Nick Fazekas leigazolása is. Az egykori NBA játékossal való tárgyalások tényét Halm Roland megerősítette, hozzátéve egyenlőre messze még a megegyezés a felek között.